A Jövő Menedzsere mentorprogram utat nyitott számomra, számtalan lehetőséget adva a kapcsolatépítésre, a tanulásra és a fejlődésre. A Menedzser Szövetség különböző programjaiban azóta is folyamatosan lehetőséget kapok arra, hogy kipróbálhassam magam, hogy tapasztalatot szerezzek, mindez pedig jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a céljaimat elérhessem. A 2020-as évben ez volt az egyik legjobb dolog, ami történt velem. A programon keresztül én is jobban megismertem önmagam, újra megéltem a 10-15 évvel ezelőtti dilemmáimat, így könnyebben tudtam Nikinek is utat mutatni. Egy bizalmi kapcsolat alakult ki köztünk a program alatt, biztos vagyok benne, hogy Niki tudja, a jövőben is bármikor hívhat, ha kérdése van, vagy megerősítésre lenne szüksége egy döntésével kapcsolatban. A mentorálás számomra egy nyílt végű kapcsolat kezdete. Andrással azóta is beszélünk, bármikor szívesen látom, örömmel találkozom vele. Megtisztelő, hogy egy ilyen sikeres fiatalember érdemesnek talál arra, hogy tanuljon tőlem, így lehetőséget adott arra, hogy én is tanuljak tőle. Szeretek tanulni és tanítani is. Így együtt, mint Szokrátész. Formai különbség mindössze annyi, hogy ő sétálva tanít, mi meg egy asztalt ülünk körbe. Két feladatunk van, a menedzsment elméletéről és gyakorlatáról beszélgetünk, és csapatot építünk. Én már két Jövő Menedzsere mentor programban vettem részt, és a következő programra is jelentkeztem. A napokban kezdem meg a munkát Budai Kollárik tímával, első mentorom Tálos Péter volt, majd Kürti Sándortól tanulhattam, akivel azóta is minden szerdán együtt teniszezünk. Őszintén remélem, hogy sokáig lesz lehetőségem megtartani mindhármukkal ezt a szoros kapcsolatot.